Szép jó reggelt kívánok! Nem biztos, hogy ez a jó reggelt pontos, ugyanis lehet, hogy délben vagy este nézitek a videót. Hogyha ez így van, akkor univerzálisan csak azt mondom, hogy hello! A mai videó is egy lesz azon videók közül, amikor bemutatom, hogy mit eszem egy egész napon át, valamint este még edzeni is fogunk, hátazni és válazni. Viszont, mivel hogy este fogunk edzeni, tehát nagyon-nagyon hosszúra fog nyúlni ez a nap, ezért a reggelimet azt kihagytam, vagyis hát nem kihagytam, inkább elcsúsztattam. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 8:30 környékén ébredtem fel, és voltam már bevásárolni. Nem reggeliztem, viszont ittam, mindig úgy kezdem a napot, hogy iszom 2 pohár vizet. Nagyon fontos, az éjszaka folyamán dehidratálódik az ember, nagyon sok vizet veszít, csupán azzal, hogy lélegez és él, úgyhogy ezt mindig meg szoktam ejteni, valamint csak egy tipp, nagyon sokatoknak okoz gondot a vízfogyasztás. Én mindig úgy szoktam megoldani, hogy felkelek, iszom 2 nagy pohár vizet, és mindig, amikor eszembe jut, hogy igyek, akkor egyszerűen iszom, valamint minden étkezés előtt és után egy pohár víz lemegy. Tehát, hogyha ehhez hozzászoktatjátok magatokat, hogy mindig bizonyos cselekvésekhez kötitek a vízivást, akkor egy idő után automatikusan, reflexzerűen fog jönni, és nem okoz gondot a nap végére bevinni a megfelelő mennyiségű vizet. A múltkori edzés videóval kapcsolatban kérdezte valaki, hogy nem érzem-e rosszul magam az alacsony testzsír százalékom miatt. Erre az a válaszom, hogy nem, egyáltalán nem, ugyanis nem alacsony a testzsír százalékom. Tehát körülbelül 12-14 százalék között vagyok most, ez az én tippem. Nincsen olyan módszer, ami 100%-osan megmondaná, hogy konkrétan mennyi az adott ember, az adott egyén testzsír százaléka. Számomra ez a tökéletes állapot, ugyanis van már egy kis definíció is, ugyanakkor nem érzem azt, hogy sokkal gyengébb lennék, vagy hogy ez visszaütne a hormon termelésemben. És egyébként a testzsír százalék egy érdekes dolog, ugyanis mindenki máshogy fog kinézni adott testzsír százaléknál. És mindenki máshol tárol zsírt. Én például a hasi tájékon és a fenék tájékon tárolok zsírt. Ez azt jelenti, hogy amikor fogyok vagy szákásítok, akkor ezek azok a területek, ahonnan legutoljára sikerül lepucolnom a zsírt, és amikor tömegelek, vagy hízom, vagy növekszik a testsúlyom, akkor ezek azok a területek, ahova először rakódik le. Én például a karjaimon, a hátamon, a felső testemen kevés zsírt tárolok, viszont a hasamon meglehetősen sokat. Ez úgy néz ki, hogy jelenleg kereszt szákás a tricepszem, viszont a hasamon még mindig van egy kis felesleg. Jelenleg így néz ki a forma, szinten tartás van, hogyha érdekel titeket pontosan, hogy hogy szoktam szinten tartani, akkor írjatok egy kommentet ezzel kapcsolatban, és hogyha sokatokat érdekel, akkor csinálok róla egy konkrét videót. A testzsír százalék egyébként azért is furcsa dolog és csalóka, mert ez nem csak a bőr alatti zsírt jelenti, hanem a szervek közötti zsírt is. Lehetséges, hogy egymás mellé állítunk két sportolót, és ugyanazon testzsír százalékkal rendelkeznek, viszont az egyik az jóval szárkásabbnak néz ki. Ez annak köszönhető, hogy lehetséges, hogy ez az ember nem a bőre alatt tárol több zsírt, hanem a szervei között. Kiindulási pontként kezdjük azzal, hogy jelenleg 180 g fehérjét, 400 g szénhidrátot és 55 g zsírt fogyasztok. Talán meglepő lehet, de első étkezésként salátát fogok enni, és ezt azért teszem, mert hosszúra fog sikerülni a mai nap, későn este fogok edzeni, és igyekszem nagyobb volumenű ételeket enni, tehát minél nagyobb legyen fizikailag, nagyobb helyet foglaljon a gyomorban, sokkal jobban terítsen el, legyen tele rosttal, és ezek mellé igyekszem alacsony kalóriatartalmú ételeket párosítani. Ebben itt van 200 g-nyi zöldségkeverék, 200 g bab, 100 g-nyi fekete bab, 100 g-nyi vörös bab, valamint balzsamecet szósz, amiből 20 g-ot használtam fel, ami nem sok, viszont annyira intenzíven édes és savanyú az íze, hogy nagyon fel tudja dobni a salátát. Kifejezetten jónak találom, hogyha diétáztok, nagyon meg vannak szorítva azok a kalóriák, nagyon kalóriadeficitben vagytok, akkor ez nagyon fel tudja dobni a diétát. Csak egy kis érdekességképpen ezt a salátamixet szoktam használni, ez általában 150-200 g-os csomagban van, 200 g tartalmaz 46 kalóriát, tehát ez gyakorlatilag semmi, és viszonylag nagy helyet foglal el a gyomorban. Hogyha olcsóbb megoldást szeretnétek, akkor vegyetek salátát és szeleteljétek fel. Én azért szoktam ezt vásárolni, mert egyszerűen könnyebbé és gyorsabbá teszi az étel elkészítését. Kibontom a csomagot, beleszórom a kis tálkámba,
és készen van. Valamint 300 g áfonya lesz a barátom. Általában 3-4 alkalommal szoktam enni egy nap, 4-5-6 órás időközönként, és erre sokan felhúznák a szemöldöküket, hogy nem eszel 2 óránként? Hát le fognak bomlani az izmaid, Valesz, hát mit csinálsz magaddal? Megosztom veled a fehérjémet, csak ne csináld, ne játsz az érzelmeimmel! Ahhoz, hogy szálkásodjunk, vagy fogyjunk, vagy hogy formában maradjunk, nem szükséges 2 óránként étkezni. Az a lényeg, hogy legyen egy kalóriakeretünk, ami támogatja a célunkat, és ezt osszuk fel bizonyos számú étkezésekre. Valaki szeret kevesebbet enni, többször, valaki kevesebbszer, de többet. Igazából a nap végén úgyis az a lényeg, és úgyis az számít, hogy mi a célunk, és hogy elértük-e. Hogyha pontosan ugyanannyit eszünk, amennyit kell, akkor el fogjuk érni a célunkat, függetlenül attól, hogy azt a kalória mennyiséget 3 étkezéssel, vagy 6 étkezéssel vittük be. Nem tesz különbséget. Lehet, hogy sokatoknak gondot okoz ekkora mennyiség elfogyasztása egy étkezésen belül, viszont nekem ez tökéletes, ugyanis én szeretem megtömni a hasamat, és amióta a vegetáriánus diétára váltottam, körülbelül 2-3-szorosára növekedett az elfogyasztott étkezéseim volumenje. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon kalóriabevitel mellett 2-3-szor akkora adagot kell, hogy elfogyasszak, tehát fizikailag 2-3-szor akkora helyet foglal a gyomorban. Valakinek ez maga a pokol, számomra viszont a mennyország, ugyanis én szeretek sokat enni. Az elmúlt 2-2,5 órát e-mailekre és üzenetekre válaszolgatással töltöttem, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy hogyan dobhatnám fel a mai vlogot, mit csinálhatnék, amivel érdekesebbé tehetném, és aztán jött is rögtön a következő gondolat, hogy persze az emberek szeretik látni az érdekes dolgokat, meg azt, hogy ki merre járt, ki mit csinált, meg a közösségi médián is, akár itt a YouTube-on azt látjuk, hogy hú, de jó, hú, de szuper minden youtubernek az élete, vagy az emberek élete. Facebookon, Instagramon is azt látjuk, hogy mindenki menőkajákat eszik, étterembe jár, utazgat, új kocsit vesz, új órát, drága cuccokat, stb. De egyszerűen az élet az nem ilyen. Ez egy hazugság. Csinálunk egy csomó unalmas dolgot, vagy olyan dolgokat, amik nem feltétlenül unalmasak, de nem is feltétlenül érdekesek. Egyszerűen csak csináljuk őket, mert számunkra örömet okoznak, vagy azért, mert egyszerűen meg kell csinálni őket. Persze mindenki szereti megőrizni azokat a momentumokat egy videó vagy képek formájában, amik örömet okoznak, vagy egy nagy esemény következett be az életünkben, de az megint más, amikor hamis képet festünk önmagunkról, és azt posztoljuk, hogy elhitessük másokkal, hogy mennyire szuper életünk van, mennyire érdekes életet élünk, holott ez nem így van. Ismertem, meg ismerek is nagyon sok olyan embert, akik kérkednek bizonyos anyagi javakkal, amikkel rendelkeznek, holott a bankszámlájuk az folyamatosan mínusszal kezdődik. Tipikus példa az, amikor valakinek mondjuk egy drága autója van, és ezt posztolja mindenfelé, és az emberek el is hiszik, hogy ez tényleg így van, és hogy tényleg ennyire tele van valaki, viszont azt nem látják, hogy mondjuk az autón mennyi hitel van, azt nem látják, hogy mondjuk az illetőnek mínusszal kezdődik a bankszámlája, azt nem látják, hogy az autó mondjuk ott áll egész hónapban a garázsban, mert épp annyira telik, hogy kifizessék rá a biztosítást, tankolni már nem feltétlenül jut. Ez az autó csak példa volt. Összességében ez a hamis képfestés, ez annyira a mai kultúránk, a mai társadalomnak a része lett, hogy egyszerűen ez már beivódott az emberek bőrébe, és mindenki azt hiszi, hogy hú de boldognak kell lenni, hú de mennyi embernek kell minket körülvenni, holott véleményem szerint ez nem így van. Maguk az emberek is, akik körülvesznek minket. Én azt mondom, hogy inkább legyen 2-3-4-5 ember, vagy tényleg csak egy icike-picike csoport, de azok tényleg olyan emberek legyenek, akik örömet okoznak számunkra, akikkel szívesen töltjük az időnket, nem azért, mert érdek fűződik a barátságukhoz vagy a közelségükhöz, hanem azért, mert egyszerűen jó emberek, tanulni tudunk tőlük, és egyszerűen jól érezzük magunkat a társaságunkban. Véleményem szerint olyan nem létezik, hogy valakinek van mondjuk 100-200 barátja, még hogyha annyi ismerőse is van mondjuk a Facebookon, egyszerűen lehetetlen annyi emberre koncentrálni. Én úgy vélem, hogyha az életünkben igyekszünk leredukálni azokat a dolgokat,
amikkel foglalkozunk, amiket fontosnak vélünk, vagy úgy véljük, hogy hozzáadnak az életünkhöz, akkor sokkal jobban tudunk ezekre koncentrálni. Tehát, hogyha adott esetben mondjuk 10 dolog van, amivel foglalkozunk, akkor a figyelmünk, az időnk 10 dolog felé oszlik el. Ellenszemben, hogyha mondjuk 2-3 vagy maximum 4 dologra koncentrálunk, akkor ugyanazt az energiamennyiséget és ugyanazt az időt rá tudjuk fordítani erre a 2-3 vagy 4 dologra, és sokkal eredményesebbek lehetünk. És a közösségi médiával kapcsolatban sokan mondják azt, hogy rossz, meg jó, véleményem szerint egyik sem, vagy mindkettő. Ez attól függ, hogy az ember mire használja. Hogyha valaki arra használja mondjuk az Instagramot, vagy a Facebookot, hogy mondjuk pörgessen, és nézze, hogy kinek milyen van, ki mit csinál, kémkedjen mások után, vagy egyszerűen csak haszontalanul eltöltse az időt, akkor persze, természetesen rossz. De hogyha valaki arra használja mondjuk a YouTube-ot, hogy valamilyen témával kapcsolatban elmélyítse a tudását, akkor ez egy tök jó dolog. El nem tudom mondani, hogy én mennyi dolgot tanultam már a YouTube-ról, amivel pénzt keresek a mai nap. Tehát vagy nem feltétlenül ma, hanem mondjuk a múltban már pénzt kerestem belőle. Tehát gyakorlatilag ez egy ingyen tudástár. Az internet, meg a közösségi médiának egyes részei, vagy egyes platformok olyan tudással és olyan tudásanyaggal szolgálnak, amit gyakorlatilag csak időbe telik elsajátítani. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy mit keres, és hogy milyen tudást szeretne elsajátítani, akkor gyakorlatilag komplett szakmákat lehet kitanulni az internetről. Sokan azt gondolják, hogy a közösségi médiáról csak a szemét dől, és csak rosszindulatú emberek vannak. Persze, vannak rosszindulatú emberek, és vannak olyan tartalmak, amik nem igazán adnak hozzá az ember életéhez, viszont van meg annyi jó ember is, és én is találkoztam a csatornámon keresztül olyan emberekkel, akikkel egyébként soha az életben nem találkoztam volna, vagy kapcsolatba kerültem olyan emberekkel, veletek, akikkel egyébként soha nem kerültem volna kapcsolatban, hogyha nem kezdem el ezt a csatornát. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dajkó Gergőnek, aki egy ideje már itt van köztünk a csatornán, és grafikai elemek tervezésével, valamint logók tervezésével foglalkozik, és teljesen önzetlenül felajánlotta, hogy tervez a csatornának egy logót, valamint a borítóképekhez egy fejlécet, továbbá, amit mostanság már a videók végén láthattok, a záróképernyőt, azt is ő tervezte. Pár héttel ezelőtt írt egy e-mailt, hogy mennyire sokat segítettek neki a videók a fogyásban, és mivel pont olyan dologgal foglalkozik, amire szükségem lehet, felajánlotta, hogy tervez logót, meg borítóképet, illetve záróképernyőt. Habár én így gondolkodom, de ezen a mai napig meglepődöm mindig, amikor más embereket is látok, és tényleg önzetlenül segítenek másokon, semmit nem remélve. Ez valami hihetetlen érzés. Még egyszer köszönöm szépen, Gergő, illetve hogyha valakinek közületek szüksége van logóra, vagy akármilyen grafikai elemre, akkor el tudjátok érni Gergőt a videó alatti linken. Most pedig valószínűleg elteszem magam későbbre, hogy ne legyek teljesen zombi az esti edzésnél. Az edzés előtti étkezésem a jól bevált zab lesz, amiből 100 g-ot fogok enni, 50 g fehérjét fogok hozzáadni, valamint 2 banánt. És majdnem elfelejtettem, 20 g még belemegy ebből a lemmagból. Ez már egy kicsikét fel van dolgozva, ez azt jelenti, hogy ha nem is teljesen finomra van darálva, de darálva van. Ez azért fontos, mert a lemmagot, hogyha egészben fogyasztjuk, akkor nagy valószínűséggel nem emésztjük meg, és nem jutunk hozzá az értékes tápanyagokhoz és vitaminokhoz, amik benne vannak, úgyhogy érdemes ezt darált formában vagy feldolgozott formában magunkhoz venni. A zabot mindig így szoktam elkészíteni, hogy ellepi a víz. 2 percre bemegy a mikróba, aztán beledobom az összes többi összetevőt. A kis shakeremben már elkészítettem az edzés előttit, ami egy adag Fury, és ennek van ampulás verzió is. Ez 2 adagos, ez pedig... ...22. És itt pedig 30 g BCA van, amit edzés közben fogok elszürcsölni, és a BCA-val kapcsolatban sokszor felmerül a kérdés, meg tőletek is megkapom a kérdést, hogy akkor most kell a BCA, vagy nem kell a BCA. Alaphelyzetben, hogyha optimális a diétátok, és megfelelő mennyiségű fehérjét visztek be, akkor nincsen szükségetek BCA-ra. Én azért fogyasztom, mert edzés közben kiegyensúlyozott az energiaszintem, nincsenek törések az energiaszintemben, edzés közben, valamint
hogyha videókat csinálok, akkor az edzéseim, amik normális esetben mondjuk másfél-két órásak, 3-4 órásra húzódnak, tehát kell valamilyen energiaforrás, és szintén jól jön, hogyha nincsen törés az energia szintemben a 3-4 órás edzés alatt, ami azért már eléggé húzós, de hogyha edzés videókat akarok csinálni, akkor nincsen más választásom, ilyenkor kell a terembe mennem. Ezek és hasonló termékek elérhetőek a geniusnutrition.hu oldalon, ahol a VT12 kódot használva 12% kedvezményt kaptok, és engem is támogattok vele, amit előre is köszönök. Elhatároztam, hogy hangalámondásra fogok váltani, ugyanis az edzőteremben nagyon hangos volt a zene, valamint meglepően sokan voltak a késői óra ellenére is. És ennek köszönhető az is, hogy nem tudtam felhúzni, ami az eredeti tervben volt, ugyanis a platform az foglalt volt, így hát a hátsó lánc edzésére hiperhajdítást iktattam be. Itt arra figyelek, hogy párhuzamosak a lábaim, a lábfejeim enyhén kifelé vannak fordítva, ezt persze végezhetitek kissé szélesebb terpezben is, kissé jobban kiforgathatjátok a lábfejeiteket, és ezzel jobban rá tudtok koncentrálni a farizomra. A felsőtestemet annyira engedem le, amennyire a gép engedi, és annyira jövök fel, hogy oldalnézetből a felsőtestem az legyen egy vonalban a combjaimmal és a lábaimmal. A csípőmet próbálom beletolni a gépbe, és ezáltal sokkal jobban rá tudok koncentrálni a farizmaimra. És a mozdulat felső holdpontjánál megállítom egyetlen másodpercre a mozdulatot. A következő gyakorlatot csukjára végeztem. Kábelen szeretem végezni, ugyanis az ellenállás állandó. Kissé előre dőlök, és arra figyelek, hogy a vállaimat hátra és felfelé húzzam. Meglehetősen széles fogást alkalmazok, ezáltal jobban rá tudok koncentrálni a csukjámra. Habár kívülről úgy látszódhat, hogy bicepsből is húzom a gyakorlatot, ez a mozdulat csupán annak az eredménye, hogy felfelé húzom a rudat. A következő gyakorlat evezés volt gépen, és ennél, mivel hogy alulról húzom a súlyt, hajlamos az ember kissé felhúzni a vállait és csukjával rásegíteni. Ezt igyekszem azzal kompenzálni, hogy a vállaim pozíciójára figyelek, tehát igyekszem őket lehúzni, és a felkarjaimat a testem mellett szorosan tartani. Oldalnézetből a felkarok azok körülbelül a testvonaláig jönnek, hogyha ennél tovább húzom, akkor én már érzem a tricepszemet. És amikor visszaengedem a súlyt, akkor csak addig engedem vissza, amíg még feszülés alatt tudom tartani a hátamat. És utána 6 sorozat húzóckodás következett volna, az eredeti tervem az volt, hogy vállszélességnél kissé szélesebb fogással végzek egy sorozatot, majd pedig egymás felé forgatott tenyerekkel egy sorozatot, és aztán megint normális fogással. És így 3-3 sorozatot akartam elvégezni, de az egymás felé forgatott tenyerekkel végzett húzóckodás egyszerűen annyira jó volt és annyira bedurrant a hátam, hogy muszáj volt még 4 sorozatot végeznem. De már tudjátok, hogy hogy van ez. Amíg ad a gép, addig én nyomom. A következő gyakorlat hátsó deltára, archoz vagy sokkal inkább homlokhoz húzás. Itt kissé hátradőlök a felsőtestemmel, és innen igyekszem a homlokomhoz húzni a kötelet. A könnyökeimet enyhén a csípőm felé forgatom, amint húzom a kötelet, és ezáltal kissé bevonom a rotátor köpenyt is. És csak addig a pontig engedem vissza a kötelet, amíg még feszülés alatt tudom tartani a hátulsó deltát. És legvégül megtámadtam az oldalsó deltát is, padon végzett oldalemeléssel. Arra figyelek, hogy a felső pont az körülbelül ott van a mozdulatnál, amikor 90 fokot zár be a felső testem és a felkarom, és a mozdulat végpontja pedig ott van, ahol még feszülés alatt tudom tartani az oldalsó deltát, de már a testem mellett van a karom. Sikeresen letudtuk az edzést, és hazaértünk a teremből, és azért suttogok, mert Bojana alszik a szomszéd szobában. Hajnali 3-kor, ez a normális, hogy az ember alszik. Az edzés utáni étkezés. 3 szelet teljes kiörlésű kenyér, 30 g ebből a vegán krémből, 400 g csicseri borsó, és 2
285 g kukorica. Szórtam rá egy kis fűszert, mint például édes paprikaport, borsot és kurkumát. Ezt betermelem, aztán elteszem magam holnapra. Vagyis mára, mert ma már annyira késő van, hogy